Szeretettel köszöntöm következő vendégemet, Boldvai Józsefet, aki már régen járt nálunk, de annál fontosabb témával jött. Szeretettel köszöntelek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Tele lett itt az asztalom. Most például az EVTN magazint vettem először a kezembe, ami még az áprilisi, viszont pont néztük, hogy már elkészült a májusi is, még a nyomdából nemrég került ki, úgyhogy akinek már van, hamarosan abban is láthatja majd viszont ezt a plakátot, akinek meg még nincs, az mindenképpen rendelje meg, tudja a jól ismert elérhetőségeket, mert ott megtalálja majd ugyanezt a plakátot, amit most én itt tartok a kezemben, sőt, annál sokkal több mindent is kaptam itt, hiszen május 11-e fontos nap lesz Budapest életében. Igen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szerkesztő asszony. Ez már a 17. élő rózsafüzé zarándoklat Budapest körül, és még előtte elmondom, mert egyetlen egy változás van, ami 17 év alatt nem történt meg, hogy most nem Fóton lesz az egyik záró szentmise, hanem Mogyoródon. Tehát ezt azért szeretném elmondani többször, hogy ez tudatosuljon a hallgatóságban. Egy szót szabadna mondani, vagy egy mondatot, hogy ez az egész hogy született meg. Amikor a városmisszióra készültek, ugye akkor Bécsben volt az első városmisszió 2003-ban. És az nagyon érdekes, hogy második, akkor még nem volt szent, de második János Pál pápa abban az évben Mária évet hirdetett. És ez a két egybeesés ihlette meg András Schetz atyát, aki egy Bécsben élő atya volt, és gondolta, hogy ez fantasztikus, jó lenne, hogyha Bécset közben imádkoznák az emberek, még a városmisszió előtt. És az volt az érdekes, hogy Molnár András nevű fiatal ember, akkor egyetemista volt, kín volt, látta ezt a hirdetést, és hát részt vett ezen az zarándoklaton, és rettenetesen tetszett neki, úgyhogy hazajött, és a Emmanuel közösségét, a bíboros atyával ezt az ötletét elmondta, és nagyon tetszett, úgyhogy Magyarországon lehetőséget kapott, és akkor Budapesten fölmérte a területet, hogy mehetne körbe ez Budapest körül ez a zarándoklat, a rózsafüzérnek megfelelően ezt az ábra is mutatja, és az az érdekes, hogy így három egyházmegyét fed le. Az Esztergom Budapest egyházmegyét, a Váci egymásmegyét és a Székesvérre egymásmegyét, és az a jó hírem, ez kb. Három embert érint közvetlenül, és mind a bíboros atya, mind pedig a másik két püspök atya is támogatja, és az egyház megyébe hirdeti. Tehát ez egy fantasztikus nagy dolog, pláne akkor, amikor össze kell fognunk, és a békért kell imádkoznunk. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogy Kelemen László atya az, aki már évek óta ennek a csoportnak a lelki vezetője, a szervező, világi szervezőknek a vezetője, és most egy nagyon jó ötlete volt, hogy egy olyan mottót keressünk, ami egy énekszövegbe szerepel, ennek következtében, és juttassuk el mennél több helyre, és ennek nagyon örülök, hogy itt lehetőség van arra. A mottónk most azt, hogy adj világbékét, Mária szűzanyánk. Hát ennél nem kell, el semmi komment nem kell. És itt a refrén ugye folyton vissza, hogy békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. És utána néztem, hogy tudod, hogy mi az érdekesség ennek, hogy ez egy kárpát-aljai népi ének, vagy hát egyházi ének, és hát ez is egy fantasztikus, érdekes dolog, a véletlenek, hogy most nem kell mondanom. Nincsenek véletlenek, igen. Tehát körülbelül 9-10 000 kárpát-aljai menekült is érkezik Magyarországra. Tehát nagyon fontos. Még egy élményemet hagyd mondjam el, hogy az imádsággal meg lehet állítani a gonoszt, mert gyakorlatilag ugye erről van szó, hogy a életelleni büntettek gyakorlatilag, hogy ezek természetellenesek. Már a Szent II. János Pál is mondta, hogy hát ez a halálnak a kultúrája, amit most itt ebbe a 20. illetve most a 21. században ugye az emberek megvalósítanak. A múltkor voltam pont a Faustina nővér alkalmával, ugye elfogadták milyen vasárnap volt. Isten irgalmas a vasárnapja, és szombaton voltunk egy kegyhelyen Bodajkon, és a Székely János püspök atya beszélt. És ő mondta azt, hogy hát tényleg szomorú dolgok vannak a világban, de van egy jó hír a keresztényeknek. És hát ott voltunk nagyon sokan. Azt mondja, a gonoszt meg lehet állítani. És ez kimondottan a
keresztényektől függ, hogy ezt megtudjuk. Nyilvánvalóan a másik oldal ebben nem lesz partner. Mit kell ehhez tenni? Ne legyünk vasárnapi keresztények. Tehát a másik dolog az, hogy a kereszténység az egy életforma. Tehát, hogyha minket bántás is ér, szeretettel válaszoljunk, illetve azok, akik minket bántanak, vagy a környezetünket bántanak, vagy úgy viselkednek, akkor imádkozzunk értük. Az egész magyar történelem erről szól, a magyarok túléléséről, főleg a Mohácsi csata után, hogy a szűzanya azért mindig segített. Ne felejtsük el, hogy a Magyarországot ugye Szent István felajánlotta a szűzanyának, és nem csak patronánk, hanem tulajdonunk. Na most, hogyha a szűzanyának a tulajdona Magyarország, mert a királyunk, Szent királyunk felajánlotta, ez azt jelenti, hogy akkor odafigyel ránk, csak azt arra vár, hogy kérjük az ő segítséget, hogy fogjunk össze. És hát nem akarom mondani, hiszen tudják azt, hogy nagyon sok olyan megmozdulás van, a fiatal püspökatyák élen állnak, ugye a Mohos Gábor is, meg a többiek, Kornél atya is, hogy különböző helyeken végén imádkoznak, hol a Bazilikában, hol a Szent Anna réten, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ezt tegye meg. És itt egy előzetes riportban elmondtam az EVTN-nél is, hogy fantasztikus nagy dolog, és ezt őszintén mondom, tehát ezt nem azért mondom, mert most én itt ülök. Vannak barátaim, akik ágyhoz kötöttek, vagy akik már otthonról nem tudnak elmenni, mert olyan betegségben szenvednek. És azt mondja, hogy volt nem egyszer fölhívnak, hogy hallgatnak egy szentmisébe, egy szentbeszédet, vagy egy hitoktatást, és egy olyan erőt kapnak tovább életükhöz, hogy boldogan élik meg azokat a napokat, vagy azokat az időszakokat, amelyek vagy azok a fájdalmakat, vagy kihívásokat, amelyek ők rájuk várnak. Na most az zarándoklatról szeretnék annyit mondani, hogy az indulási pontok ugyanazok, és akinek van kompjútere és tudja kezelni, számítógépen a www.élőrozsafüzér.hu honlapra fölmegy, ott minden megtalálható. Megtalálható, a folyamatosan kiadjuk jóváhagyással a zarándokfüzetet. Uh-huh. Miért érdekes? Nem csak az érdekek érdekesek, hanem vannak olyan imák benne, amelyet minden egyes szakaszon közösen elmondanak. A hazáért, akkor a város megáldás, a családokért, a békéért, az elváltakért, a gyerekeket vállakért. Tehát ez az érdekes, hogy ez egy támaszt nyújt, nem muszáj ezt imádkozni, de végsősorban azokat a imaszándékokat rövid imákkal tartalmazzák. Hol lehet ehhez hozzájutni? Ezen a minden zarándoklat helyen, amikor elindult, tehát a Mária Besnyőről indul 8-kor a zarándoklat, ott aki világi szervező lesz, ott lesz a hátizsákába kiosza. Csillaghegy, onnan két irányba mennek most, Fót, illetve Magyaród, a másik pedig Mária Remete. Uh-huh. Farkasrétről indulnak Mária Remetére és Nagytéténybe, Soroksáról indulnak Nagytéténbe és Pesztlőrincre, és Rákoszkeresztűről indulnak Pesztlőrincre, illetve Kerepesre. Tehát itt föl vannak az indulási időpontok különbözőek, a táv ugyanannyi. Tehát mindenütt 20 km körül van a táv, viszont az a helyzet, hogy a hegyi viszonyoktól függ, hogy mennyi időt szánnak az annak a 20 kilométernek a legyaloglására. Tehát, hogyha valaki meg szeretné nézni, akár ebbe a füzetbe, de az interneten is ellenőrizni tudja, hogy merre, milyenek a telépviszonyok, le van írva pontosan, hogy milyenek a magassági szintek, amiket le kell küldeni. Ezt megerősíthetem egyébként, ahogy én itt lapozgatom, igen, hogy igen, nagyon alaposan le van írva minden, és hogy mi mindent lehet közben is látni. Na most még egy óriási nagy dolog, amiben, ha még van egy kis idő, elmondom, hogy minden törekedtünk arra, hogy minden szakaszon legyen, vagy diákónus, vagy atya, aki vezeti. Tehát a technikai gondokat, a szervezést, azt a világiak megoldják, és az a minden atyát megnyugtattuk, ezzel nem kell törődni, hanem arra, akinek van lehetőség, az menet közben gyontasson, vagy a lelki programot, rövid elmérkedéseket, vezesse be a rózsafüzéreket, vagy előtte mondjon. Elmondanám, hogy minden szakasznál, például a gödöllői szakasznál ott Kovács András plébános lesz, aki vezeti, Újpest káposztás, ez a Kosinski Béla plébános, a hármas szakasznál Kelemen László,
plébániai kormányzó, ő most az egésznek a lelki, ő fogja lelkileg össze az egész zarándoklatot, a világiakat. A négyes szakasznál Csebregi Róbert prefektus az esztergomi szemináriumból, és Kocsis István plébános az Istenegyi Szent Lászlóból. Aztán az ötös szakaszot is sikerült megoldani, ezt nagyon köszönöm, mert itt az esperes atyák besegítettek, a Szederkényi Károly atya és a másik esperes atya, úgyhogy Szarvas Levente diákónus lesz, ott lesz több vezető is, utána következő szakaszt át fogja venni Smoczer Kristóf hatodik évfolyamos pap növendék, ez is egy érdekes dolog lesz, és a Szőke Lajos plébános pedig, a nagytétényi plébános, ő Budatéteiből személyesen fogja vinni a menetet. Aztán a hatos szakasznál a fehérváli Lajos plébános atya fogja vezetni a menetet, a hetes szakasznál ott többen is lesznek, több mint valószínűleg Király Attila esperes, Harmai Gábor esperes, 8-as szakasznál Cseh Zoltán plébános, és a 9-es szakasznál pedig Hernádi Sándor diákonus. Tehát ez az érdekes dolog, tehát ezért fontos ez az egész dolog, hogy a világi szervezések, mert ott vannak a lelki, ott gondoskodtunk arra, hogy ott vannak a lelki vezetők is végig. Vannak város megáldási helyek, tehát ennek az egész zarándoklatnak ez egy csúcspontja általában. Pontosan ott is le van írva, hogy melyik helyen hol van a megáldás, ahol a legtöbben el szoktak jönni a Normafára. Ott gyakorlatilag egész Észak-Buda, sőt a parlament is látható, és ezekre a megáldási helyekre sokszor valahogy több diákonus vagy több atya is eljön, napi elfoglaltsága miatt egy 15 percet együtt tud lenni a zarándoklatokkal, de nem csak akkor azokkal vannak ott, akik vezetik a zarándoklatot, hanem ezek is eljönnek. Tehát ez is egy nagyon fontos esemény. Például a egyes szakasznál, ahol Fót és Bogyoród, illetve Kerepes felé szétválik az út, Szent László kilátó kápolnában van. A második szakasznál az északi összekötő vasúti hídon. A hármas szakasznál, az az Ürömhegyi lejtő végénél, a Léhmann pékségnél, az Aranyhegyi úton. Négyes a Normafa, ötös a Dobogóhegy, hatos az a vízből telt a Dunaparton, oda még az a csepeli rész, az déli rész, amely Nagytétényben megy, ott még folyik az egyezkedés, hogy beengedjék a vízbőek az zarándokat, nem mindig sikerül. A hetes, az az M5-ös automáját a Sósmocsár, az egy nagyon szép természetvédelmi terület. A nyolcas az a Rákoshegyi Kisszentterész templom utáni szakasz, és a kilences az megint egy természeti védelmi terület, Naplástavi tájvédelmi körzet, Cinkota fele. Tehát ezek lesznek úgy nagy vonalakban napközben. A végpontokon pedig megpróbálunk mindig olyan atyákat hívni, vagy olyan püspököket, akik hát tényleg a zarándoklat lezárásának méltóan tudják képviselni. És azt szeretném mondani, hogy sokan vannak, akik ma már nem tudnak jönni. Mert ugye ez már 17-18 éve, 18-an szerveztük meg, de az egyiket nem lehetett megtartani 2020-ban pandémiát. Tehát hivatalosan ez a 17. amit végig fogunk járni. És hát vannak, akik már kiöregettetek, akik már akkor 60 évesek voltak, ugye azok már sok 70 évesek, vagy vannak, akik 89 évesek. Az a jó hírem, hogy a végpontokon be lehet csatlakozni, mindenütt este 7 órakor lesz a Szent Mise. A Mária Remetei Kis Boldogasszony templomban a Erdő Péter bíboros atya személyesen mondja. Most Fót helyett megint szeretném, ha Mogyoródon lesz a Szent Mihály Főangyal templomban, ott Hugyesz János plébános mondja a Szent Misét, de fölkértük Sebők Jánost, Sebők Sándort, Regnumi atyát, aki most kapta ezt a hitpajzsa kitüntetést, kanonok plébános, ő vállalta, hogy a szentbeszédet megtartja. Csak nyilvánvaló, hogy tiszta szívből fog beszélni az elmúlt 60 évről. Akkor a Csébányi Gábor, egy kitűnő ember, spirituális, ő kerepesi, az esztergomi szemináriumi spiritása, kerepesen fogja mondani a szentmisét. Martos Levente püspök, fiatal püspök atya, ő is minden ilyenben lelkesen vállalkozik az idő, engedi, ő Nagytétényben fogja mondani, és szintén egy nagyon kedvelt és szeretett atya, Horváth Zoltán István, protonatáros kanonok, esperes plébános, ő pedig Pest-Szentlőrincen fogja a végpontokon a szentmisét elmondani. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan élmények lesznek egész nap során, amik meghatározóak. A másik pedig az az érdekes még, hogy Budapestnek egy érdekessége van, itt a közép-európai zarándok helyeknek a középpontjába fekszik, ugye északon megy Częstochovából, megy le délre Medjugorjéba, illetve Csíksomlyó és Máriacell.
Tehát mindegyik egy fontos zarándokhely, és azt hiszem, hogy nagyon sok plébánia van, akik személyesen ezekre a zarándoklatokon részt vesznek. Csíksomlyóra ugye most már azt hallottam, hogy gyalogos menet már elindult, hogy odaérjenek a Pünkösdre. Igen. Tehát azért azt mondom, hogy ez egy központi helyen fekszik, és valóban rajtunk keresztényeken múlik, hogy meg tudjuk-e akadályozni a háborút. A történelemben nem egy példa volt, hogy ez sikerrel járt, és vagy sikerrel járt attól, hogy a kommunizmustól megszólt, például az osztrák testvéreink ugye 50-től 53-ig imádkozták, 3 millió ember, 1 millió család mondta Rózsa Füzértől, ugye, és akkor 55-ben sikerült, miatt nálunk 56 volt, sikerült megszabadulni a szovjet megszállástól. Tehát azt szeretném mondani, hogy itt egyetlen egy dolog van, a keresztények felvállalják-e ezt az életformát, amire hivatást kaptak, mert a kereségben mindenki erre megkapta a hivatást. A másik dolog pedig az, hogy a hétköznapokban is megélik. Igen, Krisztus is szenvedett, most akkor egy keresztény embernek ugyanúgy kell szenvedni, de ezt el kell fogadni, fel kell ajánlani, és ezek a felajánlások, ezek mind segíthetnek. És ebben partnerünk is segít az EVTN. Tehát ezt én őszintén mondom, hát régen voltam itt, de mondom, hogy minden hónapban kapok, vagy minden két évben kapok egy olyan üzenetet, vagy egy olyan telefonhívást, amiben ez kifejezi, hogy mit jelent nekem, azt mondja, nem tudok otthon, és tudod azt, hogy mit jelent az, hogy vagy például azok a tanítások, amit elmondasz. Az a lényeg, Jóska, hogy május 11-én, igen. De máskor is imádkozzuk a rózsafüzért, viszont minden. Akkor mutassuk meg minél több mindenkinek, és legyenek igen. Ott, akik csak tudnak. A többiek pedig otthonról imádkozzanak együtt. Így van, az áldoklattal, és még egy jó hírem van, hogy akár a plakátokon, hiszen még annyit el szabad mondani, hogy ez a 21. század az arándoklata. Uh-huh. Mert itt megvannak a szórólapokon, meg az interneten is rajta van, uh-huh. Hogy hol lehet becsatlakozni. Tehát nem kell mindenkinek végigmenni. A diákoknak szoktam mondani, hogy a legjobb az egy nagy kihívás, hogy a Farkasrétről gyalog elindulnak a Normafához, a atya vezetésével, és gyakorlatilag ezt 2-3 óra alatt megteszik, és utána nyugodtan le tudnak ülni, tanulni, vizsgára, érettségére készülni. Tehát, vagy ha ki nem ér rá, mert délig meg kell csinálni az ebédet, akkor délután bármelyik ponton becsakadhat, és bele vannak írva azok a közlekedések, ezek up to date. Igen, látom. Ezt minden évben frissítjük, és most arra hívom fel megint az időpontra, egyrészt május 11, figyeljenek az indulási idők, azok különbözők. Uh-huh. A szentmisék azok mindenütt este 7 órakor lesznek, kivéve Mogyoród, illetve Fót, mert eddig mindig Fóton volt, de most kivételesen Mogyoród. Tehát az idő Mogyoród. Az akkor mindenhol 7 óra, és egyetlen egy változás van. Egyetlen egy hely igen. Van, hogy aki a fóti zarándoklat, tehát aki Csillaghegyről ment eddig Fótra, az annyi energiát kell tartalékolni, hogy még 5 kilométert kell menni Mogyoródig. Jól van, hát akkor sok energiát kívánunk erre, és sok erőt a szervezéshez igen. Is, és május 11-én bátorítunk igen. Mindenkit, hogy csatlakozzon az imához. És tanulják a béke fejedelme, szerintem ez mindig cseng a mindenki fülönbe, tudja, igen. 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 Köszönöm szépen, Jóska, hogy eljöttél. Napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, minden jót neked is.